Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, magam és a Bakonszegi Zöldliget óvoda dolgozói nevében. Köszöntök minden kedves szülőt, megjelentett, meghívott vendéget. Érdeklődőt, mindenkit, aki eljött ma, hogy velünk együtt ünnepeljen. Külön tisztelettel köszöntöm polgármesterünket, Vara Pétert. Most pedig szeretném, ha meghallgatnák a két nagycsoportos köszöntőjét. Az óvodák életében mindig nagy izgalommal készülünk erre az összevont anyák napi évzáró ballagó ünnepségünkre. Most az első részben a kis csoportosokat fogják hallani, akik nagy izgalommal készültek, többek köztük betegek is voltak, úgyhogy nézzék el nekünk, hogyha a szövegtanulás, a sírás, az izgulás benne van a mai fellépésünkben. Látom, hogy a kis csoportos anyukák készültek, a megbeszéltek szerint az első sorba ültek. Nagyon örülünk neki azért, mert a gyerekek így könnyebben megtalálják őket. Fogadjátok nagy szeretettel a kis Katicák műsorát! Köszöntelek szívöldőket, és ha mondom, mégis érzem. Nincs rá szó, nincs fogalom, anyukám, szeretlek nagyon. Évről évre nagyobb vagyok, nőnek velem gondok, bajok. Azért növünk mi gyerekek, hogy elférjen bennünk a szeretet. Anyám, mit adhatnék neked, csupán annyit ígérhetek. Egyszer én is szülő leszek, és továbbadom, mit kaptam tőled. Köszöntelek szívből téged, most, hogy sikerült a kiscsoportos anyukák szemébe egy kis könnyet csalnunk, szeretném, hogyha helyet cserélnének a nagycsoportos anyukákkal, hogy ők sem maradjanak ki a könnyek alól. Következik a pillangó csoportosok, akik ezzel a műsorral most szerepelnek utoljára így együtt. Ezt a táncot a
minősítőre tanultál, aminek a neve a Hímzett Pötény kis néptánc verseny. Ott pedig bronz minősítést szereztek. Fogadják nagyon nagy szeretettel a naprobortokat. Mindent úgy tettek, mint én, a fejünket.
Thank you.
zöld erdőben, zöld mezőben kék virágot szedtem, kék virágom gyöngy harmattal meg is öntözgettem. Gyöngyharmatos kék virágom szellő simogatta, aranyszínű puha sejmét napsugár csókolta. Édesanyám, ott hagynék-e ajándékot szedett, egy kis virág úgy érzem én a szívemben termett. Édesanyám, ott hagynék-e ajándékot szedett, egy kis virág úgy érzem én a szívemben felnőtt. Egyszer régen valaha volt egy
a kisbaba, óvodába írattam. Én vagyok a kicsi gyere, egy-kettőre nagyon leszek. Mindig fogok fáradt kezem, szép meséket mondok neked. Ülj le szépen, nem fogom a kezedet, és most egyszer én mesélek, szép meséket te neked. Most mielőtt ismét a kis csoportosok élen a főszerep, ezt szeretném mondani. Ebben a tanévben elhatároztunk, hogy a Bakonszegi Zöldiget óvoda dolgozói, hogy a tehetségpontukat akreditáltatjuk. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt 3 éves időszakban eltelt munkánkat, eredményeinket tüzetesen átvizsgálták, majd később személyesen is kijöttek bennünket ellenőrizni. Nagy Jenőné és Pap Lászlóné az Országos Tehetségsegítő Hálózattól, melynek eredményeként kiváló minősítést szerezett óvodánk. Nagyon köszönjük a kapcsot, kolléganői nevében. És hogy miből lesznek a tehetségek? Azt mondva, 2,5 évestől 5 évesig járnak hozzánk a gyerekek, most nem lesz itt mindegyik. A mese címe, amit előadnak, a gomba. Mennyi minden történt velünk azóta? Mennyi változás, mennyit nőttek, mennyit ügyesedtek. És most azért tanulták meg ezeket a verseket, meg ezeket a dalokat, hogy méltóképpen elbúcsúzhatnak óvodájuktól. Kilépve a jelképes, virágokkal kirakott óvoda kapuján. Kívánjuk, hogy legyenek az iskolában nagyon vidámak, nagyon ügyesek, sikeresek. Várjuk a ballagókat! Thank you.
érkeztem meg hozzátok, három éve szeretettel, szép mesékkel vártatok. Játszottam is, tanultam is, nőttem is egy jó nagyot. Évek szálltak, itt az idő, eljött e nap, búcsúzok. Köszönöm, hogy szerettetek, vigyáztatok is rám. Isten veled, óvó nénik, drága, kedves óvodám. Vakavi András búcsúzás, édes óvó néni, el kell most várnunk, egy-két nap és már nem ide, iskolába járunk. Hálásan köszönünk minden jót és szépet, nem feledjük el a sok óvodás emléket, azokat sem, akik velünk foglalkoztak, és értünk annyi fáradtságos áldozatot hoztak. Édes óvó néni, fél szívünk itt marad, mert aki jóságot vett, szeretetet ad. Óvodába jártam, kedves óvó néni, kedves óvodások, mától én már kezdve iskolába járok. Hátamon lóg madana iskolatáska, könyv és a füzet, nem is vérel másba. Tortartót is kapok, benne torszátollak, talán én is megtanulok holnap. Hogyha tudok írni, írok egy levelet, akit ti a legjobban szeretek. Óvó néni nevét írom a levélre, tanító bácsi, megbicsér, majd értem. Sok-sok apró kisember, indul első nagyutyára, édes anyja bánatára, segíts rajtunk szeptember. Sok-sok apró kisember, meg ne állzom, meg ne fázzon, iskolába eltaláljon. Tóth Gyuli, óvodai búcsúzó, kezünkben virágcsokor, kis szívünkben szeretett, megköszönjük azt a sok jót, amit kaptunk tőletek. Óvó néni, jaj, de sokszor az öletbe vettél, vigasztaltál, mikor sírtam, vagy velem nevettél. Meseország száz csodáját megmutattad szívesen, tanítgattál, nevelgettél türelemmel kedvesen. Véget ért már mesejáték, vár ránk az iskola. Óvó néni, Tadus néni, nem feledünk el soha. Hívogat az iskola, kapuját kitárja, kispajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Jó barátom lesz a könyv és a fali tábla, kispajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Búcsúzunk a kis csoport is, nagy fiúk és lányok. Játék közben, mese közben, gondolunk hajlátok. És ne felejtjétek soha, még jó barátok. És kutatjatok be, de néha, mikor elejártok. Magda búcsúzunk.
leszünk vidáman a viszontlátásra. Hajogó induló, elmegyünk, felhúztak vajátok, olyan visszaszövünk, ne gondolunk, majd jártok. Itt hagyunk, téged kedves óvoda, ígéljük, nem felejtjük el soha. Jó volt itt, hajom évig játszani, vagyunk, most megyünk az iskolába tanulni. Ő visszahúz, ide hozzád óvoda, mégis visszat elmegyünk a viszont jártásra. Azt mondják, elszállnak a gyermek évek, mesék helyébe a gondok lépnek. Ígélek, el nem feledem, az óviban mi volt a jelen, ebédnél hol volt a helyen. Hálával tartozom a sok-sok jóért, törődésért, minden kedves szó. Viszem magammal tovább. Mesevilág, most mennem kell, de nem feledem, amit tőled kaptam. Mesevilág, az emlékek, a szívem még örökre megmaradnak, hisz rád. Azt mondják, az emlékek majd megfakulnak, a színes képek mind elhalványulnak, de mesék, versek, kis dalok, színek, ízek, illatok, mind azt súgják, otthon vagyok. Szívemből szeretném ma megköszönni mindazt, mit értem tett az óvó néni. Szépre, jóra oktatott, mosolyával biztatott, azt mondta, jó gyerek vagyok. Sikeres emberekké váltok valamennyien. Felkérem polgármester urat, adja át a gyermekeknek ajándékait, és kérem közben a szülői munkaközösségből Hangon Margitot és Ince Gáborné. Mind a kettőt. Túl voltál, hogy itt. És ez a kutya? Hát ez új kutya, az is jó, vagy nem? Jó kutya lesz. Vagy elégedve? Bajnoskám, egy verset mondjál már. Nem. Egy rövidet. Rövidet. Amit a gólyát. Nem. Nézd csak. Micsoda autó hallod. Látod? Meg itt van egy lehelyen. Igen. Ott van. Jó, én ott is leültem. Jó, akkor csücs. Szóval, most hány éves tetszik lenni?
Jaj, Istenem. 18 és fél? Már elmúlt 18. 28. 28. Másról 28, igaz? Táncoltak, énekeltek. Igen. Nagyon. Az a öt gyerek megy iskolába, azok elbúcsúztak. Igen, igen. Szülők pityeregtek. Hát, hogy ne. Kicsik adtak át virágot, utána nagyok. Ági sírt. Sírt Ági is. Nem igaz. Én elpityeregtem. Nem tudod, komolyan. Hát ő biztos, hogy megható. Hát, most nem, nem sírtam, de szép volt. Meg nagyon. Az idő is szép volt. Izgult Erika, hogy nem lehessen. Tavaly elkezdett egy kicsit szemetelni, akkor olyan necces volt, hogy hogy tartják meg, de az a fa is sokat felfogott. Meg van a oda. Várjál, jó, hogy már úgy. Azt is. Mondtam, miért ügyesek vagyunk, mit tettem. Lehetne. Fordít, forgassad. Így. Megadja a magát. Hopp, itt van. Jó. Akkor. Mondjál valami gömbé. Ez nem tudom, milyen alkat része lesz. Ez hamar kijön. Ez is kijön hamar. Mikor voltunk itt sokan kirándulni, ott bejött egy férfi, egy volt ilyen nagy kajáda, de mi saját magunk főztünk. Az bejött, azt mondta, hogy jó étvágyat kívánok. Az mi meg egyszerre mind a tizenvalahányan megszólaltunk, hogy köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Előbb csak nézett, utána ő is nevetett. Nevettem. Iskolások voltunk, akkor azt kellett mondani. Gyakorlatilag ő mindig azt kéne mondani. Igen. Megférsz, vagy nem jó. Csak hogy kórusba csinálsz. Várjál. Jó. Kertet megnézel. Na mondjál, anyunak mondjál egy verset. Akkor énekeljél valamit. Akkor táncoljál valamit. Nem. Semmire sem nem. Na? Most megbukottolta magát, most nem. Elfáradt. Úgy szokott. Elfáradt mindjárt. Hát össze. Autó. Mindjárt kész van. Majd nem mentek. Ennek a részek is kellene. Elvigyálni kell. Igen, igen, igen. Azt majd egy zacskóba kell gyűjtögetni. Az, ez most ehhez kell. És már mindjárt kész vagyok. Hú, még egyet még megcsinálok. Ja. Papi! Vanyuskám, egy kicsit várjál már. Hajod? Hajod? Hajd nem, hogy a hajod. Jaj, jaj.